Kedves közönségünk, a mai este az élő folyóirat, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának előadás sorozata negyedik évfolyama második számának a bemutatására kerül sor, amelynek a tárgya egy nagyon érdekes és mindig aktuális téma, a magyar elveszettnek hit, magyar őseposz sorsáról, megtalálásáról hallunk majd. B. Kovács István régész, muzeológus előadásában, aki elhozta, néprajzkutató, aki elhozta magával azokat a filmbejátszásokat, szövegfelvételeket, amelyet ennek a gyűjtésnek a során maga készített, és amelynek az anyaga tulajdonképpen ezekben a könyvekben, amelyek itt az asztalon láthatók, olvashatók is már gondosan, tudományosan dokumentálva. Az élő folyóirat sorozatnak volt már egy olyan estje, ahol a Gömörország nevű felvidéki folyóirat volt a vendégünk, és akkor is B. Kovács István főszerkesztő úrral beszélgettünk, illetve ő volt az, aki az egész előadásnak, estének a koncepcióját megalkotta. Most is erről van szó, ő ismerteti majd azt a folyamatot, sőt azt kell mondanom, hogy nagyon ősi leletanyagot, folklór anyagot, amellyel ő gyermekfővel is már találkozott, és amellyel fiatal kutató kora óta foglalkozik, és amelynek eredményeként mondhatjuk azt, hogy sikerült földeríteni, megtalálni a 21. században is élő formában azt az epikai anyagot, amelyre olyan sokan a magyar irodalom nagyjai is kíváncsiak voltak, és amelyet tulajdonképpen töredékesen, meg ábrázolásaiban mindannyian ismerünk, akik a magyar művelődéssel a régi idők néprajzi, irodalmi, képzőművészeti anyagaival foglalkozunk, de ezt a látenciát, ezt a rejtőzöttséget, ezt sikerült felderítenie B. Kovács István úrnak a munkássága során, és összefoglalóan, röviden, mindannyiunk számára érthetően, hozzáférhetően reméljük ma este megismerkedünk vele mindannyian. Én nem is húznám tovább az időt, mert az a művész, Mózer Zoltán Kossuth Díjas fotográfus, fotóművész, aki az anyagnak a fotóit készítette, és ebben előkészítője is volt, segítője is volt B. Kovács István munkájának. Őnek el kell mennie a hivatalos ügyből kifolyólag már hamarabb, tehát igyekszünk akkor most belevágni a közepébe, hogy ő is még elmondhassa majd azokat a fontos dolgokat, amiket el kell, hogy mondjon. Én akkor most át is adom a szót, akkor elsőként Mózer Zoltánnak. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Mi is az én tisztem itt, és mi volt Kovács Pistával kapcsolatban? Sok könyvnek voltam a fotósa. Elsősorban én bölcsészkart végeztem szintén, és a középkorral foglalkoztam, és eljutottam Gerencére, mindenhova elmentem, ahol románkori templom van, és én fekete-fehér képeket készítettem, és amikor megjöttem Gerencéről, László Gyula elhívott magához, és látom, mutom a képeket, és látom, hogy egyre inkább borul a tekintete, és akkor kérdezi tőlem, Zoltánka, hol van a Szent László legenda? Mondom, milyen Szent László legenda? Szóval tessék el képzelni, hogy fekete-fehérbe fotóztam, gondolkodtam az épület, észre se vettem Gerencén, hogy vannak freskók a falon, és ott van a Szent László legenda, ami ugye 1943-ban a Honfoglal Magyar Nép életében őt először írt róla, fejtette, próbálta fejteni, és akkor megkért arra, hogy legyek fotósa, mert csináljunk egy könyvet, ami 10 évig tartott. 89 előtt nagyon gyanús volt, akinek fényképezőgép volt, és kazetta, és magnetofon. Szóval ez elkészült, és 10 évig elveszett, és László Gyula halála előtt véletlenül előkerült. Így született az ő könyve, ami sehol nem
kapható. Azért röviden annyit el kell mondanom, hogy a középkori Magyarország területén, és nem csak a széleken van, a középen is van, de a legtöbb Gömörbe és Székelyföldön került elő. Ma is, ha megyek egy unitárius templomba, mindig elmondom, milyen sokat köszönhetünk a reformátusoknak és a unitáriusoknak, mert csak lemeszelték a templomot, és egy picit megpiszkálják, azonnal előjön egy ló patája, és ha tovább piszkálják, akkor már ott lesz Szent László is. Szóval több könyv is született azóta, és hát Kovács Pistát én régóta ismerem, és már régóta mondogatjuk, hogy kellene egy könyvet csinálni. Csináljunk, akkor eltelik néhány év, kellene egy könyvet csinálni, hát akkor csináljuk. Na most ez egy végtelen mese lenne, ha ezt a könyvet Pista nem csinálta volna meg, ő majd elmeséli azt, amit ő, tehát itt sokan fedeztek föl, én is részletekbe egy és mást, amit ő feltételez, az egy mesére megy vissza. Igazából a nagy kérdés, és akkor majd az, hogy a Szent László legendát mindenhol egységesen ugyanazokat a jeleneteket festették meg. Anzsuk korában vagyunk, három krónikában is szerepel a szövege. Ha egységes a Kokaslomnicon meg Gelencén, akkor honnan származik? Ugye a művészettörténészek biztosak abban, hogy valahol kellett lenni egy kép anyagnak. Kódexekben is megfestették, krónikákban is. A folkloristák meg biztosak, és itt Kovács Pista az a folklorista lesz, hogy nyilvánvaló egy szájhagyományba is kellett élnie, csak ez valahol eltűnt. Nekem ebbe a könyvbe több szerepem nem volt, mint a képeimet örömmel szívesen adtam, és kétszeres energiával biztattam, hogy csinálja meg, és nagy örömmel vettem a kezembe, hogy ez a könyv megjelent. Köszönöm szépen a figyelmet. Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóim! Bevezetésképpen annyit szeretnék mondani, hogy eszembe jutott Igó Aladár, akit nem mindenki ismer, ahol Tompa Mihály el van temetve, Hamban, ott élt, nem él már köztünk, és ő egy nagyon ízes, szép magyar nyelvet beszélt. És Igó Aladár mondta egy helyen, utalva a régiekre, hogy ezek a maiak annyit tudnak beszélni, hogy nem győzi az ember hallgatni. No hát én igyekszem az intését meghallgatni, de azért mégiscsak azt kell mondjam, hogy a türelmüket fogom kérni, mert egy olyan órácskat el fog tartani, vigasztalásképpen mondom, hogy időnként megszakítom ezt a monológot, és majd jön egy zenész de kollégánk, aki egy kicsit vidámabb hangulatot teremt, mint jó magam. És ha még megengedik, akkor egy kérésem volna, hogy leülnék, azért, mert leírtam az előadásomat, élőszóban is szívesen elmondanám, de akkor nem fogok beleférni a keretbe, és nem tudom magamat úgy ellenőrizni. Nos, tehát a magyar tudomány másfél száz éve vallja azt az álláspontot, hogy a magyar hősepika bizonyára volt, de elveszett, és csak a nyomait lehet feltalálni, népköltészetben, bizonyos műfajokban, képeken, és hát középkori krónikáinkban. Ez a hivatalos álláspont. Arany János óta sokan keresték ezt a hősepikát. Én úgy gondolom, hogy talán sikerült nagyon közel jutni. Én magam úgy gondolom, hogy amiről ma szólok, az meggyőzi a hallgatóságot is arról, hogy ez a hősepika nem veszett el, verses formájában igen, és már valószínűleg nem is kerül elő, de prózaként a magyar hősepika rekonstruálható. Nos, kezdjük két idézettel. Ugye sapere aude, Horácius ajánlja nekünk, hogy merj gondolkodni, merj a magad értelmére támaszkodni, de akártalan úgy is értelmezhetők ezek a szavak, hogy a kritikátlan hagyomány és tekintély tisztelet helyett hagyatkozz a józan eszedre.
néhai professzorom László Gyula szavait idézem még. Kérem tehát, hogy nyílt szívvel és értelemmel hallgassák meg, és ítéljék meg, amit elmondok. Alig többek ezek egy régész vívódásánál, aki nem áll meg a lelet formáinál, hanem a bennük rejlő életet szeretné látni. Igen, szeretne tisztán látni, de lehet, hogy a saját hibájából ezt a tiszta tájékozódást nem mindig találta meg a begyökerezett, és éppen ezért tényként számon tartott tanításokban. Elsőként az illendőség okán is, hadd szóljak arról az emberről, akinek köszönhetjük egyáltalán azt, hogy ez a téma ma fölmerült, és én ma szólhatok. Ezt az embert Busa Viktornak hívták, 1942-ben született Rimaszécsen, a volt Gömör-Kisont vármegyében, és 2009-ben hunyt el ugyanott. A vele együtt nyugszik ma már a felesége is, született Lovas Rozália, nekünk, baracciaknak csak Rózu, hiszen gyerekkoromtól jól ismertem. Arról, hogy kiváló előadó a férje, arról viszont egyetemista koromig nem tudtam. Akkor már nem volt élő a mesemondás gyakorlata. Hazamentem, ugye hazajártam Budapestről az egyetemről, és mindig megkérdezték, hogy mit tanulok. És az ember most mondja, hogy néprajz, meg archeológia. Na hát ez az én baracci cigány gyerekkori játszó társaimnak igazán nem sokat mondta, próbáltam valami egyszerű szóval megmagyarázni, hogy mi is az. És hát mondtam többek közt, hogy hát régi dalokat, régi meséket gyűjtök. És erre fölcsillant a szemük, és közlik, hogy te Pistú, hát Viktor is tud mesélni. Á, mondom, hülyéskedtek, ne bolondozzatok. De tud. A történet vége az lett, hogy természetesen megszólítottam Viktort, ez ismertem, jó? És akkor Viktor nem könnyen, de ráállt, hogy hajlandó lesz mesélni, de csak azzal a feltétellel, hogy nem este, roppant félős volt. Ő annyira idegileg, annyira felzaklatta az előadás, hogy ő utána nem tudott elaludni, aztán azt mondta. Tehát mindig kikötötte, hogy vasárnap délelőtt, ez időnként a Szent Misel adta kárát, de el kellett mennem. Vasárnap délelőtt elhoztam Rimaszécsről Baraczára, összetoboroztam a játszótársakat, hogy azért a hallgatóság mégiscsak neki közeli legyen, és akkor ő elkezdte és mondta. Időnként még atyust is berendeltem, anyai nagyapámat, ugye atyusként emlegettük, aki nem szívesen, mert annyira nem izgatta, de hát már csak az unokájának nem mondhat nemet. Tehát ő is végighallgatta. Na és akkor meggyőződhettünk arról, hogy Viktor bizony a magyar szóbeli hagyomány párját ritkító értékeit mutatta fel, és megcsillogtatta a legkiválóbb előadók megannyi erényét. A körülményekről ő a következőt mondta, engedelmükkel ezt a kis idézetet felolvasom. Az ő nyelvén, amennyire tudom őt idézni. Valamikor télbe tudod-e, hogy volt? Együbe jöttek a cigány emberek. Most volt neki egy nagybátyám, táncsonak hítak. Ő kálos arról került Rimaszécsbe. Aztán az egyik sor ment a másik ellen. Ki tud jobban mesélni? Tancso idősebb ember volt, nem hozzánk való. Igaz, egy gyerekek voltunk. Erígy el, fiam, vízé. Akkor ma kaptuk a vedret, ott szaladtunk. Ma hárman is. Mikor ma eljött a 7 óra, akkor ma begyülekeztek. No, akkor ők ezt megkezdték. Most ezt úgy képzeld el, mintha ki mit tud lett volna, érted-e? Melyik tud jobban mesélni egyik a másik altó? Most épp úgy, mint én mesélek, azt mondom, hogy ti is tudsz mesélni. Most az enyémet megérték, lehet, hogy én mit mondtam rosszul. Most én megint együbe kombinálom, mert ez úgy van a mese. Tudod, nem mondom őszintén, most én mióta nem meséltem. A mese úgy él, úgy jön neked, hogy minél többször mesélsz, majd akkor avval a gondolatval élsz. Olyan 4-5 hónapban mesélek egyet, amma rossz, mondta az előadó. És akkor még rákérdeztem, hogy asszonyok jelen voltak-e ezen a mesélésen. Következő válasz. Nem. Eljött a 12 óra, addig vannak ott az asszonyok. Azután az asszonyoknak haza, az emberek maradnak a mesére. Onnan az kivilágos, kivirattig. Ennyi tőle felolvasott idézet. A gyűjtésről, mint mondtam, csak annyit, hogy minden vasárnap, vagy nem minden, de vasárnap délelőttönként történt a gyűjtés alkalmi közönség jelenlétébe. Az alkalmakról sajnos fotók nem készültek, jó reformátusként, mert a maxima culpa, nem készültek, felvétel viszont készült, és engedelmükkel kezdjük ezzel, egy rövidke felvétel, hogy érzékeltessem, hogy
hogyan, milyen is volt ez az előadás. A szöveget majd kísérhetik nyomon a kiosztott lapokon, mert nem biztos, hogy ha csak ezt hallják, minden szavat megértik. Bocsánat, még egy megjegyzés. A történet, ahol bekapcsolódunk a történetbe, az az a jelenet, amikor a főhős, szegény Halász Feri, ott várja a keresztapját, világalmos vitézét, aki éppen elment az alvilági boszorkánnyal megküzdeni. És itt kapcsolódunk be a jelenetbe. Igaz, itt ma világalmos vitézé nincs. Ne itt igazé! Mikor a ló visszatért magába, az egész tartósra. Mikor arra néz egy halász, ilyen halász fel a lapúra, lász vagy az egyik lapúra, vér folyik. Halász fülnek olyan volt Pistukán, mint akinek iszonyatlan 70 marra törkés súrnak a szívébe. Akkor a Bécsit úr eldökte magáltam. Mikor ránézett a nagy kapar, kiszáradt falnak a tövére. Millás, hogy aranyos kismadar. Az elhullatott bigfa makkot úszíti fölfele. A könnyű még úgy húl a szemében. Azt mondja neki a halász felé, hogy édes drága kedves madaram, te miért ész? Azt mondja, édes, drága, kedves halász Ferikén, ma most minden reményen kora. Mikor azt mondta neki a madár, hogy minden reményen kora, akkor egy madár, hogy világszemzség olyan Pistukán, hogy ma magyarul mondva a halász Feri össze-vissza utyozta magam. Nap és ahol a homlokába, két csillag a vállába, mikor rájött arantóbarózsakulottak a szájába. Világ szépségi, én vagyok tündér szép pilonka, akit még ember szemben nem látott, halász Feri. Most ebben eltűnt. Halász Feri, mit ülre és mit akarok, és össze-vissza, hogy aztán megmozzakon. Nézd, az a világ szépségi tündér szép pilonka. Egy órában, egy minutában születtem. Ha neked nem karabb az életem, mint énekén, akkor én minek éljek. De még én téged minden mentélek, a téged a nagy bajtó. Még a nagy csúpsoktól azt mondja, én csak addig éljek. A kárgyat a szívén szögelték. A baron cigán gyere. Mindjárt az húrt van le. Mert igazé, mikor a szívén szögelték, azt mondta, hogy a világ erdő mit szól a zúgot. Állj meg, halász Feri! Világ szépségi, mely nem minden. Mert ebben az erődben, ebben a tudományodban nem mehetél. Mint igazi halász fel is egre esett. Mert a fát megszólaltak. Édes drága, hogy fájjém, azt mondja. A ti kis tudom, mi kis tudunk, azt mondja. No, ennyi elég lesz, csak ízelítőképpen. Még annyit hadd mondjak el, hogy ha ezt a témát ugye részleteiben akarnám bemutatni, akkor erre egy előadás sorozat kellene, ez semmiképpen nem fér bele egy órába. Éppen ezért a szövegsajátosságokra, időrétegekre, állandósult szófordulatok, az alliteráció és a gondolatrím nyomainak, a hasonlatok túlzás, késleltetés alkalmazásának, az illetlen, illetve trágár beszédnek a bemutatásától, vagy a cigány sajátosságok elemzésétől, az anyagnak a magyar szóbeli hagyományba való beilleszkedésének az értékelésétől is el kell, hogy tekintsek a mai alkalommal. Talán annyit elmondanék, hogy egyedi vonás ennek az anyagnak némely középkori forrásainkban is szereplő mozzanat hiteles folklór változata. Közülük azonban csak az Emese Álma néven ismert történetről szólok, a várkonyi jelenetet, Salamon megfutamodását, vagy a csodás felemelkedést időhiány miatt nem említem. Ugyanúgy csak itt szólok a vérszerződés szokásáról, az egyetlen folklórból ismert adatolása ezekből a történetekből való,
mint ahogy a titokban való eltemetés szokásáról se fogok beszélni, mert túl hosszú lenne. Megtalálható mindez abban a két könyvben, amelyet láthatnak ott az asztalon, és itt a képernyőn is. A párhuzamokat gyakorlatilag egyetlen helyről, az Irenszei című Buriat hőségekből idézem, a kivetítőn követhetik nyomon. Természetesen ez is csak válogatás. A fordítás a Lőrincsel László munkája, a fotókat pedig, amit látni fogunk a Szent László legendáról, azt ugye Mózer Zoltán barátom készítette. És akkor térjünk rá a világképre, illetve a szereplőkre. Öt történetről van szó alapvetően, ugye szőlőszült kálmány, szegény halász Feri, világfája, világeleven kardja, és a világeleven kardjának még egy változata. Tehát a mindenséget azt három világréteg alkotja. A felső az égvilág, vagy napország, vagy tündérország, az alsó az alvilág, vagy földgyomra, világ, kősziklája, alsó indiány, különböző neveken. És a kettő között fekszik a földvilág. És a világrétegeket a világ fája köti össze, amelynek gyökerei az alvilágban nyúlnak, koronája maga az égvilág, a törzse pedig két részre osztja a földvilágot. Szemközti nézetből balra, nyugatra van az innenső félvilág, jobbra vagy keletre pedig a túlsó félvilág. Ezt a nem túl elegáns, de hirtelen jobbat nem találtam képet, azért tettem oda, hogy érzékeltessem azt a tényt, hogy ő a világ mindenséget, a kozmoszt, az emberi test mintájára képzelt el. Amiben egyébként nincs is semmi meglepő, hiszen gondolják meg, hogy a fának dereka, a völgynek torka, a harangnak nyelve, a széknek lába van, tehát az antropomorfizálás egy teljesen szokásos dolog, hát hogyha az egyes elemekre igen, akkor az egészre miért ne? Az elképzelés alapja tehát az emberi test. Vagy más szavakkal az ember a világot és az Isten alakokat egyaránt a maga képére képzelt el. Tehát a földvilág innenső része a jók világa, szemben a rosszak lakta túlsó résszel. Az elrendezés talán abban gyökerezik, hogy a szív az emberi test bal oldalán, ha úgy tetszik a nyugati oldalon, az innenső részben található. Ez utóbbinak a része bő Magyarország. Az egyetlen konkrétan megnevezett hely ezekben a történetekben. És bő Magyarországon belül a Sajó vagy a Rima mentén, tehát a két legfontosabb gömöri folyó mentén fekvő roppantott városban van a főhős otthona. És ennek a roppantott városnak, illetve bő Magyarországnak a határain kívül vannak az úgynevezett kilső országok. Ezek között a kisebb országok között az előadó beszél 48 országról, 58 országról, 68 országról, 78 országról, de ezeket nem részletezi, ahogyan nem részletezi a túlsó félvilágnak a bemutatását sem. Viszont ezen a földvilágon megtalálható az előadó lakóhelyén ismert természeti környezetnek minden eleme. A kozmikus jelleget a világjelző következetes használata is mutatja. Van világerdő, világhegy, világrét, világtó, világmocsár, világvár, világút. Ezek kiterjednek a mindkét világ részre, tehát a világfájától balra, illetve jobbra eső részre is, de attól függően, hogy melyik részen vannak, a jellegük alapvetően különbözik. A világerdőnek az innenső világrészre eső részét idézem vontaranyerdő, brilliáns erdőként említi, míg a túlsó félvilágra eső rész az istentelen nagy vacilvás erdőként mutatja be. A világréten, idézem, az egyik virág nyílik, a másik hervad. A világtó, megint idézet következik, egyik oldalán danoltak, a másikon meg rítak. És a kozmikus dimenziókat kifejező világjelző a történetek többi állandó és főbb szereplőire is érvényes, tehát a világ kovácsa, világ pékje, stb. Na most mindhárom világréteget egy-egy istenpár ural. Az égvilágban élő napkirály, akit világ napvitéze, világ Napóleon vitéz néven is említ, Napóleon kapcsán nyilvánvaló, hogy a Napóleon nevet, azt a nap kifejezés ihlette meg, hát Napóleonnak a kellő ismertsége, még paraszti körökben is. Tehát a napkirálynak és párjának, a világszép tündérirona, világszép rózsája néven is emlegetett világszép asszonyának lánya van. A világi földrengés, világsubája néven azonosítható alvilágvitézének
és a boszorkány párjának pedig fia van. A középső világ réteget, azaz a földvilágot, illetve hát az átjárót a középső és alsó világ között, azt a világ vitéze, a földvilág vitéze felügyeli. Innen van a világ kerülője, világ mocsár vitéze elnevezése. Aki, ha egyébként nincs más dolga, akkor a világ fájára függesztett világ bölcsőjében szunyókál, hogy ezt a kifejezést használjam, és csak akkor kell fel, hogyha valami rendkívüli dolog történt, és a világ harmóniáját helyre kell állítani. Párja a földvilág boszorkánya. Ez a pár gyermektelen. Nem véletlenül, mert ők a három fő alaknak, tehát az innenső félvilági vitéznek, a túlsó félvilági vitéznek és a világ szépségének a keresztszülei. Mind a háromnak. A földvilág boszorkánya és az alvilágot uraló vitéznek a felesége, testvérek a történetekben. Igen fontos szerepet játszanak a hősepikában. Mindkettőjükkel egy-egy vaskai bábán találkozunk. De még az innenső félvilágon a földvilág boszorkánya újdonsült keresztfia részére erejének a megsokszorozása véget főzi a haluskát. Testvére, az alvilág boszorkánya a túlsó félvilágon ugyancsak haluskát főz, de ő a fiának a világ szépségével tartandó eljegyzésére készíti a haluskát. De ezek az alakok, ezek a boszorkányok nem a néphitből ismert hiedelem alakok, nem a sátán társai, nem seprőnyélen lovagló, meg a Gellért hegyre utazó boszorkányok, hanem az oldás és kötés képességével egyaránt rendelkező kétértelmű isten alakok. Jók is tudnak lenni, és rosszak is tudnak lenni. Az alvilág boszorkánya gyakorta tűnik fel kacsa alakjában. Ugye a kacsa és az alvilág kapcsolata az eléggé közismert. Van, hogy tojásokon ül, s van, hogy kacsa alakjában küzd meg a főhőssel. Hogy milyen méretű volt, azt mi sem jelzi jobban, hogy amikor az innenső félvilág vitéze levágja, a belőle kirepülő három lódarázs egyenként akkora, idézem, mint egy-egy hambár, mint egy-egy vár. A hősepikei panteonnak a fő alakja az atyánk teremtő jóisten. Ezen a néven emlegeti. Általában csak utalgat rá, egyetlen alkalommal bukkan fel, ő az, akivel a főhős az alvilágban találkozik, és miközben hálót köt, halászhálót köt, megjegyzi a főhősnek, idézem, amennyi én hurkot megkötök a hálón, annyi ország. S ehhez még hozzáfűzi. Az égvilágon nem ismertem senkit, mikor ma én ezt megkezdtem. Egyébként a kivételes voltát jelzi, hogy ő rá nem alkalmazza az előadó a világjelzőt. Ő egy szinttel ettől följebb van. Az én megítélésem szerint alakja a Tengri néven ismert, ugye steppei főistennel azonosítható, amely szó eredetileg közismert módon eget, égboltot jelentett, és a steppei nomád népek körében afféle államvallásnak tekinthető. És mielőtt az esemény történetet folytatnánk, illetve belekezdenénk, én azt javaslom, hogyha Dóra Áron készen áll, hogy hallgassunk egy kis zenét, Dóra Áron népzenész egy kicsit vidalmabbá teszi ezt a pár percet, és megszakítjuk ezt a monoton szövegelést. Vagy ha nem is vidalmabbá, de feltétlenül lazábbá. Nehéz helyzetbe hozott István, amikor megtudtam, hogy az újra megtalált magyar hősepikához kell kapcsolódni, ugye nyilván egy olyan folklór műfajhoz kapcsolódni, amiről eddig azt hittük, hogy nincs, nehéz hozzátenni zenei anyagot, de végül is meg tudom indokolni, hogy miért azokat hoztam, amiket hoztam. Első körben akkor Somogyi Furulya muzsika következik hosszú furuglán, amit mondjuk azért tudnám ide kapcsolni, hogyha ilyen történeti mélységekbe, régiségbe kutakodunk, akkor talán a magyar hangszerek közül tényleg egy tipikusan sajátos, és valószínűleg azt gondoljuk most, hogy az egyik tényleg történeti régiségében is különösen izgalmas és régi magyar hangszeren következik néhány nóta a zselicségből, és szövegileg, hogy mégiscsak valamivel közelebb tudjunk kapcsolni. Az első ballada szövege bár Somogyból van, a rima szombat felől fújdogál, a szellő lesz. Úgyhogy...
Szépen, és akkor kezdődjön az eseménytörténet. Talán meglepő, amit most mondok, de ennek a hősepikának az igazi főszereplője egy leány. Egy leány, akit világszépségeként mutat be az előadó, és aki, mint fogalmaz, apátó és anyátó nem született. Isteni származásának a jele, idézem, nap és hold a homlokába, két csillag a vállába, mikor nevetett, aranytubarózsák hullottak a szájából. Ugye hallhattuk ezt a felvételről is. Ez a lány az, akit utóbb a Szent László legenda esetében elrabolt lányként mutatnak be. A lány szépségének a hangsúlyozása a középkori forrásokból is nyilvánvaló, noha ez eddig elkerülte a kutatás figyelmét. Már a képes krónika is a szép húgám megszólítást adja László szájába. Henrik Mügeln egy nagyon szép lányról szól. Antonio Bonfini pedig egyenesen úgy fogalmaz, hogy László, idézem, oda kiállt a bámulatos szépségű leányzónak. Széke István is egy szép leányt említ. A minősítés tehát nyilvánvalóan nem véletlen, hanem nagyon is összecseng
Hőse Pikánk világszépsége megnevezésével. Hőse Pikánkban szereplő lány világszépsége megnevezésével. A világ szépségét atyánk teremtő jó Isten teremtette a világra, mint mondtam. De mivel az égvilág vitéze és a párja sajátjukként nevelik és gondoskodnak róla, amikor a túlsó félvilág vitéze megkéri a kezét, a nevelőapja odaígéri neki. Ezért mondja a vitéz a világ szépségének. Idézem, tudd meg, hogy édesapádval, mikor anyádba egy babszem voltál, akkor eljegyzést tettünk. Ám de! A gubanc ott kezdődik, hogy éppen főisteni teremtése okán a világ szépségének jogában áll elutasítani a kérőjét. Mint mondja neki az apja, tehát atyánk teremtő jóisten, idézem, szabad akaratot adott, hogy ahol menjek feleségül, akit szeretek, és így is tesz. És ő az innenső félvilág vitézét, ugye a cigányfiút választja. A világ szépsége lépte nyomon segíti a választottját. Általában madár, ahogy fogalmaz, aranyos csicsergő madár alakjában jelenik meg, de van, hogy teljes szépségében is megmutatkozik. Idézet következik. Én éjszaka-nappal mindig a fejednél leszek. Segítek, ne félj! Én ma úgy emberen nem segítek, mint te rajtad, mert minket a Jóisten egymásnak teremtett. Fogalmaz a világ szépsége, ugye az előadó szavaival. A férfi főhős, a félvilág vitézeként született szőlőszült Kálmány, szegény János, szegény halász Feri, mikor milyen néven, de ugyanarról a szeméről beszélünk, egy pogány eposzi hős, akit krónikainkban és a templomi falképeken László hercegként, illetve Szent László királyként próbáltak meg keresztény köntösbe bújtatni. Történeteinknek egyedülálló sajátossága a táltos, illetve féltáltos kifejezés, amelyeket az előadó használ. Idézem, te féltáltos vagy, én meg egész táltos vagyok, mondja a hugának a főhős. Sehol a magyar népköltészetben a táltossal mesékben, prózában nem találkozunk, csak a hiedelmekben. Egy ceglédi illetőségű elvált nő mondja 1735-ben, hogy ő, idézem, tudományát Istentől vette, és hogy ő féltáltos. Elmondja, idézem, az egész és féltáltosság közt az a különbség, hogy az egész táltosok egyebet nem tesznek, hanem csak viaskodnak. A kimelyik ország részéről. A féltáltosok pedig csak gyógyítanak, de nem rontanak senkit, ezek megismerik a boszorkányokat, és tudják cselekedeteiket. És ezt is teszik. A főhős az otthon maradt idős szüleiről gondoskodó leánytestvére kezét, akár csak a közép-ázsiai hősénekekben valamely őt segítő vitéznek ígéri oda. És esetenként a leánytestvére az, aki a bajba jutott fiú testvérét, a férfi főhőst megmenti, visszavarázsolja. A történetekből megismerhetjük csodás fogantatásának és születésének, rejtezésének, tudománynyerésének, lova és fegyverzete megszerzésének a körülményeit. Társai lehetünk a világjárása során, ott lehetünk, amikor és ahogyan barátokat nyer, velük vérszerződést köt. Elkísérhetjük a másik két világréteg betett látogatásain is. Végül tanúi lehetünk ellenfele legyőzésének, hogy aztán jelen lehessünk a koronázáson, majd az esküvőt követő lakmározáson is. Tökéletes Hőse Pikai szüzsé. Riválisát, a túlsó félvilág vitézét világi griffmadárvitéz, fekete szúrtospai, világdumós hátú vitéz néven is említi az előadó. A világfája történetében, idézem, egy 40 mázsás griffmadárként találkozunk vele. Csak visszautalok, hogy a főhősök rendre hatalmas, tehát rendkívüli termetők, ez a rendkívüliség, ez szerves tartozéka a történetnek. A rendkívüliségét az is jelzi, hogy amikor leereszkedik a túlsó világrészre eső vadszilvásba, az utóbbi, ahogy fogalmaz az előadó, egy rakásra szalad. A vitéznek 32 lelke van, azaz, idézem, 32 darázsa dumójába olyan, hogy az ember nem bírja kiölni. Országot mindenkit gyúrt maga előtt, amerre járt, senki nem mert elébe állani. És hogy milyen is ez a főhősnek a legnagyobb riválisa, a túlsó félvilági vitéz? Idézem, az orrán húzta a fődet,
A hátam még olyan dumó, hogy az égig ért. Hát nem egy férfi szépség, így köztünk szólva zárójelben. A púpnak az emlegetése, a vitéz rúdságának a hangsúlyozása azonban nem véletlen. Számos középkori falképen is láthatóan csúf, visszataszító arcukként ábrázolják László királynak a kún ellenfelét. Egy példa. A három főhős, azaz a két félvilági vitéz, illetve világ szépsége egyidejűleg születnek meg. Mint világ szépsége mondja szegény Halászferinek, idézem, hallhattuk, egy órába, egy minutába születtünk. A világ mocsár vitéz is azt mondja a férfi főhősnek, hogy egy órába, egy minutába születtel a keresztfiammal, tehát a túlsó világi vitézzel. Igaz, előfordul olyan fogalmazás is, idézem, én tudtam, mikor anyádban egy babszem voltál, hogy olyan vitéz ember a széles világon nem lesz, aki felkeressen engem, és mezzavarjon a világ szépségítő, csak te, mondja legnagyobb ellenfele a férfi főhősnek. A szófordulat azonban csupán eposzi közhely, ami annyit jelent, hogy régen. És nem más, mint az eposzi hősökre jellemző eleve elrendeltetés szép költői kifejezése. Mint mondottam, a világ szépsége, amikor ugye világra jött, a nevelőapja eligérte a kezét az őt megkérő túlsó félvilági vitéznek. Az ő kijelölt közös otthonuk a világvár ott áll a világ úton, a két félvilág határán, hol másütt. Akár csak a világ temploma, amely egyetlen alkalomra épült, mégpedig a világ szépsége esküvőjére. A világ szépsége azonban elutasítja a neki kijelölt vőlegényt, és a döntésének az okát keressük, akkor hallgassuk, mit mond a világ szép asszonya, tehát a nevelőanyja. Őt azért teremtette meg nekünk a jóisten, hogy aki majd világvitézi lesz, azért legyen. Világ szépsége csak világvitézéhe illik. Ez a kulcsmondat. Az érintett azonban még csak félvilági vitéz, akinek a hatalma nem terjed ki a földvilág egészére, csak a túlsó félvilág részre. És annak azonban, hogy a világ szépsége bárkinek is a kezét nyújtsa, előfeltétele az egész világi vitézi címnek az elnyerése. Ennélkül ez nem téma. Mi történik tehát? Idézem, kitűzték ezer esztendőre, hogyha fekete szurkos pálynak, tehát a túlsó félvilági vitéznek nem lesz párja, vitézember, aki megüsse a párját, akkor hozzáadja a feleségül. Erre az ezer esztendőre, amely persze megint csak eposzi túlzás, azonban nem a túlsó félvilág vitézének van szüksége, hanem a riválisának, a mi férfi főhősünknek, a cigán gyereknek, mert hogy ő csak félig isteni származású, mint látni fogjuk, szemben az ellenfelével, aki eleve Istennek született. És most itt szakítsuk meg a gondolatmenetet, mégpedig azért, hogy bemutathassam, hogy hogyan születik meg a férfi főhős, az innenső félvilág vitéze. Nagyon tanulságos lesz meggyőződésem szerint. A vitéz Bő-Magyarországon, mint mondtam, egy roppantott városban látja meg a napvilágot. Hogy ez a roppantott város ihlette-e a Szent László legendát ábrázoló falképek kezdő jelenetét, amelyet ugye Váraddal szokás azonosítani, vagy éppen fordítva történt, és a kép ihlette a szöveget, hát ezt ma már nagyon nehéz eldönteni egyértelműen. Csak az összefüggés nyilvánvaló. Az bizonyosnak látszik, hogy a várfokán álló kürtös, amely némely falképen köztük a karaszkóin is látható, és az ablakban búcsúzó ölelkező szerelmes pár, az egy olyan motívum, amely a szerelmesek búcsúját megjelenítő hajnali dal képi kifejezése, amely nyugaton és szerte Európában ismert volt. És Mózer Zoltán volt az, aki a magyar művelődés történet idevágó adatait felsorakoztatta. Most hogy mutatják be az a férfi főhősnek a születését? Idézet következik. Egyszer egy 12 órakor olyan nagy ítélet, hogy a földön járt a villám. A cigányasszonyval letört az agy. Kelj fel, János, baj van. Azt álmodtam, hogy a világerdő közepéjén minden hétesztendőbe mély jelenti két szem szőlő. Az a két szem szőlő azt jelenti, hogy aki az elsőt leszakíja, annak fia lesz, aki meg a másikat szakíja le, annak még jánya lesz. Idézet vége. A dörgés és villámlás köztudottan az égi látogatás az Istenek megjelenésének a kísérőjele. Ez csak megerősíti az éjféli időpont, amelynek szakrális jellege van, és a hősepikában rendszeresen előfordul. Minden fontos dolog éjfélkor történik.
A fogantatást a következőképpen mutatja be az előadó. Idézem. A cigányasszony ma ott alszik, egyszer csak 12 óra. Amennyi csillag volt az égen, mind ott volt a hold körül. Egy nagy villámzás, egy nagy csattanás, amikor a tőkével a szőlő feladja magát a földgyomrából. A cigányasszony bekapta a szájába az egyik szemet. Mikor a cigányasszony behajította a szájába, 7 éjszaka, 7 nap, 7 szempillantásig mindig aludt, mert se mozdult onnan. Az ember mert rimánkodott, vedrestő hordta, kabátjával hordta rá a vizet a vénasszonyra. Ma azt hitt, hogy meghalt, mikor csak a cigányasszony felébredt. Édes kedves férjecském, így még 18 éves koromban se éreztem magam, mint most. 99 éves a vén cigányasszony, ugye hát azért 20 évesen szülni nem kunszt, 99 évesen, no arra ma bólint az ember. Az álomjóslás és a csodás fogantatás emléke Anonymus gesztájából, illetve a képes krónikából jól ismert. A magyar szóbeliségből az Emese Álma néven ismert monda első és eleddig egyetlen annál fontosabb adatolását idéztem az előbb. Sehol a magyar népköltészetben ez nincs meg. Hogy Anonymus szövege zavaros, hát az abból is nyilvánvaló, hogy egy várandós nőt nem lehet teherbe ejteni. És különösen nem madárraltal. A világfája alatti térség, a szakrális hely, a világ közepe, az eljövendő egészvilági vitéz fogantatásának egyedüli méltó helye. Minden fontos dolog ott történik a hősepikában. Alatta jelenik meg a szőlőtőke, rajta a két szem szőlő. Vagyis isteni beavatkozásra szőlőszem révén termékenyül meg a vén cigányasszony, sőt, és erre hangsúllyal figyelmeztetnék, a fogalmazásból az tűnik ki, hogy mindez révült állapotban, fél álomban történik. Emlékeztetnem kell Anonymus álmos fogantatásának ezzel rokon körülményeire, ahol is Szentmártoni Szabó Géza nyomán Szabados György értelmezésében a régi magyar nyelvben a virrasztás közbeni félig éber, félig alvó, révült állapotot kifejező émés szó kifejezés utal erre. És a fogantatás időpontja megint csak szakrális, ugye éjfél. Az isteni jelenlét további jele, hogy amikor a csillagok rakásra szaladnak, sűrűn szaladnak rakásra a hősepikában. Esetünkben a hold körül. Hősepikán hivatkozott helye segíthet a madár szerepének a sokat vitatott értelmezésében is. A madár esetünkben nem más, mint a főisten, tehát atyánk teremtő jóisten megjelenési formája. Nyilvánvaló, hogy ő nem amar várandós asszonynak jelenik meg, annyiban hírhozó, ahogy Szabados György fogalmazott, hogy álmában adja tudtára 99 éves vén cigányasszonynak, hogy miként kerülhet áldott állapotba. És annyiban védőszellem, ahogy ez Dümmer Dezső és Demény István Pál gondolta, hogy az ő közreműködése, tehát az Isten közreműködése nélkül az asszony alig ha termékenyülne meg egy közönséges szőlőszemtől. És van még egy mozzanat. A megtermékenyülés módja, a szőlőszem lenyelése nem alkalmi ötlet az előadónak a fantáziája, hiszen már Hérodotosz is megemlékezik róla, a szkítákról szólva. Tehát még egyszer hangsúlyozom, az álmos születésének, az Emese álmaként ismert történetnek az egyetlen folkról változata ebben a történetben található. És most térjünk vissza akkor az eredeti gondolatmenethez, és folytassuk ott, hogy világ szépsége kapott 1000 év türelmi időt. Úgymond, ha addig nem jelentkezik valaki, akkor férhez kell neki menni az őt eljegyző túlsó félvilági vitézhez. Világ szépsége ugyan tudja, hogy lesz jelentkező, ám ahhoz, hogy a félig emberi, félig isteni származású választottja sikerrel szállhasson szembe a riválisával, előbb meg kell szereznie azokat a képességeket, készségeket, eszközöket, amellyel ellenfele Isten lévén eleve már rendelkezik. Erre való tehát az 1000 év. Ebben atyánk teremtő jóisten mellett a kereszt szülei, a különböző mítikus alakok, a világpéki, a világkovácsa, a már említett leánytestvére, elvarázsolt külső országi vitézek, állatok segítik. Riválisának az apja, az alvilág ura, világi földreng, így figyelmezteti sógorát, a földvilág vitézét, a két világréteg közti átjárót őrző világmocsár vitézt. Idézem, amennyi jóisten van az égben, mind rajta, mármint a cigány gyereken van.
azaz isteni védelem alatt áll. A főhős akar csak a többi isten alak, hatalmas termetű, mint olvassuk róla, idézem, amerre ment, a főt szakadozott be. Amikor almából felébred, idézem, a 40 mázsas csipát kitörüli a szemiből. Hát ugye egy főhősnek ez így duka. Testi adottságának megfelelő az étvágya is. Keresztelőjét követően keresztanyja, 32 kaszafogú vén boszorkány, által készített 77 tekenőnyi haluskát, ahogy az előadó fogalmaz, egy cippantásra magába öntötte. Egy 70 hektoliteres boros hordónak beütte a dongáját, kiitta. Hát ugye egy vitéznek ez teljesen rendben van. A keresztanyja elmondja a főhősnek, idézem, amennyi vagon haluskát megettel, annyi ország erei szállott beléd. 70 ország erei van benned, édes kedves fiunk. Ahogy én végighúzgáltam a tekerőnek az ódalán, annyi országnak az erei ment beléd. Igen, ám erő lehet, nagy termet is lehet, de ez még semmire nem volna elég. Segítség kell. A vitéz, a lova és a kardja nélkül semmire nem menne. Az előadó ezt is nagyon érzékletesen mutatja be. Lássuk a lovat. A főhős lova egy 102 lábú vasderes csikó. Hol találná meg? Az álvilágban természetesen, mint minden fontos dolgot. A ganajdomzsik mélyén a 99. pincében. Egy vakondok az, amelyik megsúgja a főhősnek, hogy mit kell tennie. És a következőt mondja. Ha a kardodat ki nem húzod, bele nem vágod a ganaj közepébe, a lófejet sose tanáljátok meg. Ha belevágod, szétnyílik a ganaj, egy aranygarád is vezet le a 99. pincébe. A 101. pince ajtajába a lófej ott van. Tiszta aranyba, tiszta gyémántba fekszik a lófej. És amikor a főhős rátalál, idézem, nap és a hold 12-er magával úgy sugallott rá. Magyarán a nap és hold fénye az, ami a döglött lovat életre kelti. Mondja is neki a ló, idézem. Hallott, hallott, szegény János, 7 esztendeig, 7 szempillantásig, míg ennek a napnak a sugarával nem élek, te itt engem hiába zavarsz, mert amikor a napnak a sugarával ma jól lakok, akkor azt ma beszélgethetünk. És amikor ez a jelzett idő letelik, közben a főhős elszunnyad, mégis csak félig meddig ember is, a ló rúgott a derekába, és mondja neki, hallod, hallod, szegény János, kedves gazdám, ébredj, és most lássa egy egész tátos ló, egy 102 lábú, olyan, hogy bő Magyarországon párja nem volt. És így szól a főhőshöz, én akkor lopom le a napot és a holdat az égről, amikor akarom. Máskor ugyanúgy a ló megkérdezi, idézem, azt akarod, hogy nappal éjszakát csináljak? Mire a válasz, a főhősé, édes kedves lovacskám, szállj le a földre, mi most nem akarok semmit. De nem csupán repülni tud a ló, hanem szorult helyzetében a főhős gyakran tanácsért is a lovához fordul. Rá is pirít a ló a következőképpen. Igaz, hogy fiatal vagy, nem tudod úgy az eszedet használni, a félvilágról tudsz csak, de gondolkozz egy cseppet, mondja neki a ló. A lóhoz csak az méltó, aki képes azt betörni, meglovagolni, ha természetesen ilyen a mi főhősünk is. Idézet következik. Kis termetű ember volt, ma mint a főhős. Erős bajuszval, mikor odaért a ló elejébe, kihúzta a kardját, mikor rávágta magát a lónak a két ódal bordáját, összeszorította úgy, hogy a ló olyat nyerített, hogy 48 országba mindnek az égnek állott a haja. A ló megtérgyelt. Szegény János benyúlt a kardé, mikor elvágta a kötelet, amire ki volt kötve a világi táltos. Fel a fekete felhőjárásába, ami csillagok volt, mind rakásra hánta. A ló a két hátsó lábával mind rakásra rúgdosta a csillagokat. Tessék ezt a képet megnézni, hogy milyen szépen érzékelteti. Amikor a ló az égnek a hegyéről leereszkedett, idézem, a főd gyomrára, vagy 77 hegy mindjárt alaposnak lett, fogalmaz az előadó. Emlékeztet a fogalmazás a Várgyas Lajos által idézett egyik szibériai hősének kifejezés módjára, ami így szól. Az égnek támaszkodó vashegy hat lapos síksággal omlott össze. A hasonlat nem biztos, hogy a véletlen műve. Nézzük a kardot. A főhős a kardját is az istenektől kapja természetesen. A világ eleven kardja, világ próbája kardja, idézem, az égnek a henyén, a holdnak a hátán jelenik meg a főhősnek.
Persze, van, hogy a világpéki által egyetlen búzaszemből dagasztott és sütött cipó, és az égvilág kápolnájából megszerzett imádságos könyv 366 napig tartó egyidejű elfogyasztása, illetve elolvasása után. Idézem, pont mikor a hetedik esztendő 12. óráját mérte be, egy nagyot villámzott, egy nagyot csattant, a cigány gyereknek azonnal zsinyegen, gatya zsinyegen rajta csüngött a kard az ódalán. A kard a híveibe piros és zöld lánggal játszott. Egész világi, eleven kard, szegény János. Ritkan találkozik az ember a magyar elbeszélő költészetben ilyen veretes fogalmazással. A könyvolvasás és a cipóevés rítusát, a hivatkozott burját hősének egyik mozzanata világítja meg nekünk, ebből kiderül, hogy nem más tesz a főhős, mint a kard birtoklásához szükséges tudást szerzi meg. No, és itt tartsunk egy kis szünetet, és megkérjük megint Dóra Áront, hogy egy kis zenével szórakoztasson bennünket. Akkor most egy másik párhuzamot húzok elő, nem azt, amelyikre gondoltam, hanem láttam itt a Narteposz részletet. És akkor, hogyha szövegfolklór párhuzamok is hozhatók a Kaukázusból, akkor egy zenei párhuzamot is nézünk azon nyomban. Mihelyt is megtalálom azt a furuját, amelyikkel ezt el szeretném játszani. Először egy közismert magyar dallam következik, ami már eleve érdekességeket és további kutatásokat vet fel. Ez a Rákóczi Mars lesz, annak egy gyimesi változata, és utána pedig Balkárföldről egy Oszétia melletti területekről egy érdekes párhuzam.
Folytassuk a küzdelemmel. A két félvilági vitéz küzdelmének a tétje, ugye az egész világi vitéz címnek az megszerzése, majd ennek folyamányaként a világ szépsége kezének az elnyerése. A párviadalnak az ideje is, a helye is eleve meghatározott. Idézem, minden 12 órakor este megjelennek, de ők egymásra úgy vágják a húst, hogy ezt ember elképzelni nem tudja. Úgy folyik belőlük a vér, mint a rimadereka, fogalmaz az előadó. A küzdelem soha nem zajlik az egyik vagy a másik hős otthonában, hanem mindig semleges helyen. Ez a semleges hely pedig hol is lehetne másutt, a fekete felhő járásába, illetve a világfája alatt lévő aranyszőlősön található. A világfája történetében ezt mondja a főhős ellenfelének. Idézem. Ide hallgass, két nagy vitéz a földön nem élhet, és világszépségi kettinké nem lehet. Vagy a tied, vagy az enyém. Amelyik a kettőnk közül erősebb lesz, azé lesz a világszépségi. A két félvilági vitéz párviadalának nagyon fontos párhuzamára találunk egy 1725. évi debreceni boszorkány pernek az anyagában. Arra a kérdésre, ha tátos, micsoda erejek s tisztek van a tátosoknak? A következő választ adja a kérdezett. Viaskodnak az égben a birodalomért. Ezt a kozmikus méretű párviadalt a magyar szóbeli hagyományban sehol fel nem lelhető módon és érzékletességgel mutatja be az előadó. A küzdő felek között nincs harag, nincs gyűlölet, ők tudatában vannak annak, hogy sorsuk eleve elrendeltetett. A küzdelem nyitányaként mindkét hős igyekszik a saját önbizalmat erősíteni, magának tekintélyt biztosítani, illetve ellenfelét megrettenteni. Idézet. A nagy részeges világi vitéz olyat ordított szegény Jánosnak a filire, hogy 48 országba elnémult a harang. Másik idézet. Amikor a hős kirántja a kardját, hozzávágja a csizmája sarkantyújához, az égen szivárvány nőtt. Amikor a nagy sarkany elbődíti magát, a szivárvány az égről elmúlik. Amikor a főhős küzdelemre hívja az ellenfelét, így válaszol neki. Nézd, szegény János, ti is apától meg anyától vagy. Mire győsz, örre vagy kardra? Általában ezt kérdezi ugye ellenfele. Hán-hán szoktótól is azt kérdi, ezt nem látjuk a képen, a burját hősénekben Ganik vitéz. Ökörre, birokra kelljünk. Szőlőszült kálmány és világ, a világ dumós hátú vitéz párviadalát egy helyen így mutatja be az előadó, idézem. Hét éjszaka, hét nap együbe kapackodtak ma ők örre. Vagdosták egymást a földgyomrába, kibokai ki a térgyén beljebb. Akkor szőlőszült kalmány levágta dubós vitéz nyakig. Akkor ő megkapta kalmánt zunyakig. Belevagdosták egymást. Hegyeket, völgyeket együve turkáltak. Egyről se egy gomb, még a másikról se egy gomb. Ami a gombot illeti, valószínű, nem vagyok benne biztos, de valószínű, hogy az egykori bőrpáncél emléke élhet ebben a kifejezésben. Az előadó számára ez már nem biztos, hogy, hogy mondjam, tudott volt. A két félvilági vitéz, ahogy fogalmaz az előadó, egyforma erőbe, egyforma tudományba van. Önerejéből egyik sem képes a másikat legyőzni. A falképen azt látjuk, hogy László Lándzsája keresztül hatol a kuntestén, ám a következő jelenetben az érintett úgy íjjaz tovább, mintha mi sem történt volna. Ugyanakkor jól látható, hogy a kun nyilzápora sem sebzi meg a királyt, a nyilvesszők lepattognak róla. Ha viszont László sebezhetetlen, hogyan kaphatott a csatában, mint az a krónikában olvasható, több sebet is? Szövegromlás? Persze az is lehetséges magyarázat, hogy a képi ábrázolás nem is a sebezhetetlenségüket, hanem a két hős egyforma erejét, azaz legyőzhetetlen voltát kívánta ilyen módon megjeleníteni. A sebezhetetlenség képi megjelenítésével a Szent László legendában mindig a lovon vívott küzdelem esetében találkozunk. A keleti előzményeken viszont, amint azt egy pendzsikenti falkép, vagy a tálon látható ábrázolás példázza, mindkettő a szokt hagyományból való, a lábon folytatott párviadalhoz kapcsolódik. Mindkét esetben azt látjuk, hogy a két azonos viseletű hős egyikének kopiája Lándzsája, a másiknak íja van. Amint a kilőtt nyilvesszők lepattognak az egyikről, úgy hatástalan a másik kopiája, noha átdöfi ellenfelét.
Nyilvánvaló, hogy a két egyforma erejű, vagy sérthetetlen félvilági vitéz küzdelmét csakis külső beavatkozás döntheti el. Aki pedig eldönti, hát az a leány, akivel épp úgy találkozunk a hősi epikában, mint a Szent László legendában, és ott van a pencsikenti freskón is. Idézem, míg a világ a világ, ők verekedhetnek együtt, amma biztos, mert a félvilágnak a tudománya benne van ő benne is, meg a fiamba is. Ők, míg a világ együtt mindé verekedhetnek, egymásból vért úgy bontsák ki, mint a patak, de itt halott nem lesz. Itt azt mondja, más megoldás kell. Ki az, aki ezt mondja? A túlsó félvilági vitéz anyja, a alvilági boszorkány. És ő a következőt mondja, megoldásként. Világ szépsége, majd akit ő kiválaszt, az élesz. Egy hosszabb idézetet hallgassanak meg erről a jelenetről, amikor a lány avatkozik be. Ahogy ők perdolnak, bármint a két hős perdolnak, tehát beszélgetnek, egy madár mély jelent a fán. Ide hallgassatok két világi vitéz, legyetek olyan szívesek, hagyd köszöntselek én fel benneteket. Mikor csak jánynak változik, világ szépségi szalad arany főgyigérő pongyolába, nap és hold a homlokába, két csillag a vállába, mikor nevetett aranytubarózsák hullottak a szájából. Egyik kezibe is bor, a másikban is bor. Egyik kezibe piros rózsa, a másikba fekete rózsa. Griffmadár vitéznek odaadja a fekete rózsát, egy kancsóbort, szegény Jánosnak a piros rózsát, egy kancsóbort. Azt mondja a világ Griffmadár vitéz. Hallod, világ szépségi. Ha mit jelent ez? Szegény Jánosnak akarod a piros rózsát, nekem meg a feketét? Ide hallgass, világi Griffmadár vitéz. Kettentik engem nem vehettek el, én szegény János szeretem, és én az övé leszek. A tied akkor se leszek, ha mindig világfajaként fogom szökni a világot egész világ életembe. Közli vele világ szépsége. Alföldi András kiváló kutatónk volt az, aki rámutatott, hogy a serleg kínálás az egész teppe világ egy sajátos tiszteletadási formájaként értelmezendő, és megtalálható a mongol és más sztyeppei népek, az szkíták, hunok, türkök hagyományában is. Na most ennek a serleg kínálásnak a jelenete nem szerepel a Szent László legendának, sem a szöveges leírásában, sem a képi ábrázolásain. A bor, illetve piros-fekete rózsa átnyújtása helyett a falképeken azt látjuk, hogy a leány László bárgyával elvágja a kún horgasinát. Na most lényegét tekintve ez a fogalmazás ugyanazt a tartalmat fejezi ki, csak ez az utóbbi kifejezési forma jobban megfelelt a pogány hősepika keresztényi átértelmezésére irányuló szándéknak. A horgasinát vágása azt sejteti, hogy ismert volt előttük a hősöknek állatalakban való küzdelme, hisz az állatokat a pusztán így módon volt szokás tehetetlenné tenni. Na most a tárgyalt hősepikára az a jellemző, hogy a győztes megkegyelmez a legyőzöttnek. Idézem, kegyelem előtted világszegény János, mondja neki legyőzött ellenfele. A kegyelem feltétele mindig az elátkozott világ és hősök megváltása. Az alvilág boszorkánya, idézem, összeütte két bokáját, két tenyerit, mikor csak a háromlábú szamár helyett egy 68 országos király ott áll a fa alatt. Másik példa. Amikor legyőzi a túlsó félvilági vitézt, az a kegyelem fejében visszavarázsolja az elátkozott országot, idézem, és egy 68 ország emelkedett ki a főgyomrából. Hogy a hősepikában szokványos megkegyelmezés helyett a Szent László legenda falképein mégis a lefejezés szerepel, és pedig hangsúlyosan, annak az átértelmezésben van a magyarázata. Ez utóbbi ugyanis szervesen kapcsolódott a leányrablásként bemutatott történethez. A leányrabló büntetése ugyanis halál. Most ennek a kozmikus párviadalnak a Kárpátok medencéjéből az avarkorból is van párhuzama, ez látható ugye a képen. Ezt László Gyula és mások sokszor idézték, szokás idézni. Ez egyébként azért is fontos, mert hősepikánk, mint majd még utalok rá, leginkább az avarkorhoz kapcsolódik. Sokkal kevésbé köthető a 896-os honfoglalókhoz, mint az avar időköz. Most ebből mi következhet, az nem tisztem most ezekre a dolgokra utalgatni. Erről még sokat fogunk hallani, olvasni a magyar őstörténetkutatásról szólva.
A kozmikus párviadalnak az előzményei, ezek az avar bemutatott avar előzmények is belső Ázsiából származnak, teljesen nyilvánvalóan. Közülük az ordoszi bronzokat szokás a leggyakrabban idézni. A képen látható ábrázolásnak azonban, tehát itt a baloldalsó képen látható ábrázolásnak van egy olyan sajátossága, amelyre a magyar kutatás eddig nem tért ki, és az én figyelmem is elkerülte. A birkózó felek fölött egy kiterjesztett szárnyú madár látható. Korán sem véletlen és lehetetlen, hogy a rendre madár alakját felöltő világ szépségének, Hőse Pikangban világ szépségének nevezett lány megjelenítése ez, hisz a küzdelem érte folyik. A legutóbbi időben publikálták a Kesencuangi kínai Xiongnu temető 1956-ban feltart 140-es számú előkelő sírból felszínre került, türkizzel díszített aranyövveretet. A leletre Erdélyi István és Benkő Mihály hívta fel a figyelmet. A lelet új fénybe állíthatja azt a sokat hivatkozott szibériai aranylemezt is, amely a Szent László legenda úgynevezett pihenési jelenetének a legközelebbi párhuzama. Ezt látjuk a képen. A két jelenet értelmezése több mint egy évszázada foglalkoztatja a kutatást. Az aranylemezpáron egy 9 ágú fa látható rajta fegyverzet, a fa alatt két férfi, két felkantározott ló és egy térden ülő nő. Az ülő férfi a két ló kantárát fogja, a másik férfi fekszik, és a magas sapkát és kaftánt viselő lány ölébe hajtja a fejét. A lány keze a férfi haját érinti. Na most a jelenet megfogalmazása a mi Hőse Pikangból hiányzik. De maga az ábrázolás, kivált az aranylemezeken látható ábrázolás, éppen Hőse Pikang által magyarázható meg, és értelmezhető a legjobban. Mindkét ábrázolást szerelmi jelenetként szokás értelmezni. Az egyik érv a falra akasztott fegyverzet, a másik az alvó hős hajában való turkálás, azaz a fejbenézés. Vélik ezt annak ellenére is, hogy magát az alvást Demény István pál nyomán ma már leginkább hősi álomként, énekvégi hősi álomként szokás felfogni. A két emlék értelmezése. Noha összefüggésük több, mint nyilvánvaló, nem feltétlenül kell, hogy azonos legyen. Az előkép, tehát a jobb szélen látható kép esetében soha senki nem kereste a választ arra, hogy egy feltételezett szerelmi ábrázoláson, intim jelenetről lévén szó, mit keres egy másik férfiú. Megítélésem szerint a Burjat hősénekben szereplő, itt menjünk, kérem a következő képet, tehát a Burjat hősénekben szereplő kiaggatott lófejek és tegezek lényegében ugyanazt a tartalmat fejezik ki, mint a 99 koponyából álló kunyhó a magyar Hőse Pikában. Azokra emlékeztet tudnélik, akiknek a világjárása az adott helyen ért szomorú véget. És kényszerű véget. Ez csak tovább valószínűsíti az a körülmény, hogy a fán, menjünk vissza az előző képre, egy pillanatra, a fán tegez függ, az íj pedig rendszerint a rosszat megjelenítő vitéznek a fegyvere, míg a jót képviselő vitéz lancsával harcol. A felfüggesztett íjnak a jobb oldali képen a felfüggesztett íjnak szerelmi jelképként való alkalmazása kizárható. Ezt el lehet felejteni. A Szent László legenda esetében viszont, ahol a királynak a felszerelését látjuk a fán, lévén szó az eredeti pogány történet keresztényi átértelmezéséről, itt akár szerelmi jelképként is lehet értelmezni. Úgy vélem, hogy a tárgyalt nyugat-szibériai aranyvereteken, a jobb szélen, a két félvilági vitéz párviadalát követő helyzet látható. A két ábrázolásuk alapján tessék megnézni a két férfi ábrázolását. Ábrázolások alapján eredetileg egyenrangú férfi alak egyikét, a vesztest ülve, a lovak kantárját fogva, azaz szolgaként ábrázolja, míg a másiknak a hét nap, hét éjszaka, hét szempillantásig tartó hősi álomba zuhant győztesnek a fejét a lány ölébe veszi, és hajában turkálva kedveskedik neki. A győztes immár nem csupán méltó, de jogosult is az egész világi vitézi címre, és a világ szépsége kezére. Így látom én.
A Szent László legendát ábrázoló középkori falképeknek a záró jelenete egy, de annál lényegesebb ponton tér el a tárgyalt ábrázolástól. Hiányzik róla a lovakon kívül a másik férfiának a főhős legyőzött riválisa. Hát nem véletlenül. Őt ugyanis a pogány hősepikai történet tudatos átértelmezése következtében, mint leányrablót már az előző jelenetben lefejezték. Hát ugyan mit keresne itt? Azt hiszem, hogy megint zene következik. Rengeteg utalást, szövegrészletet találunk más népek meglévő hősepikájából, és arra gondoltam, hogy legyen egy ilyen szöveges rész is, ami, hát ha nem is hősepika, de talán egy olyan rokon műfaj, ami bár talán az egyik legfiatalabb, tehát betyárballada, átmentett, vagy tovább örökített, vagy egyszerűen csak mint egy elemi gondolat előkerült a folklórban újra az, hogy gazdagon bemutatni egy-egy szereplőt, ami a hősepikának sajátossága. Tehát, hogyha mondjuk most montenegróiak lennénk, akkor egy guszlát előkapnék, és órákig tudnám sorolni, hogy hogy néz ki egy hős. Akkor most Zala megyéből néhány jellemzője következik egy hősnek. Ja, és a végére rádobunk egy szintén reliktum dallamot, nagyon nehéz vele mit kezdeni. Badacsonyi Lajos, akitől tanultuk ezt a dallamot, ő azt mondta, hogy az ő ennyihány éves volt Lajos bácsi, mondta, hogy az ő déd nagyapja huszár volt, és Bécsben, és azt mondta neki az ottani huszár kiképzőtiszt, hogy aki el tudja fütyülni a régi magyar lovassági indulót, az kap 3 nap szabadságot. És Lajos bácsi déd nagyapja még el tudta fütyülni a régi lovassági huszárindulót. Na, aki ezt egy kicsit ilyen értőfüllel hallgatja, az újabb keleti megdöbbentő párhuzamokra figyelhet majd föl. Somri Jóska híressége, zsandároknak rémülése, rövid dupla fegyverével, hogyha elő a récsével. Szalapai strázsa mester és kapitány ott a Stettner. Mind a kettő nagy beteg volt, Sobri Jóska, ha közel volt. Ne félj Sobri panduroktól, sem szakállas hadnagyoktól. Sem Stettnertől, sem Paltól, sem a nagy baj szúkaszástól. Csányi gyerek is ott vagyon, mondja recság, lőjük agyon. Felelt Sobri, ne bántsd őket, a vitéz szoknya les őket. Az István díj kiserdőbe, Sobri Jóska híres benne. Nyíret haja, gyógy gatyája, sárga sarkantyús csizmája. Lobog a gyógy gatya rajta, arra rajta ki van varva. Arra rajta, ki van varva, réj parozi neve rajta.
piros bársonyból van öve, négy dupla pisztoly ráfűzve. Kordován bőrből csizmája, úgy lép benne, mint a páva. Ezüst sarkantyú csizmáján, szép cifra szűr van a vállán. Inge gatyája perkádból, rojt van rajta aranyszálból. Én is járok erdőt, mezőt, meg megállok a hegytetőn. Onnan nézem, hogy utánam sokan fáradnak hiába. Répa Rozi mondogatja, az alföldre menjünk, Jóska. De már én azt meg nem teszem, szép híremet el nem vesztem. 70 000 ember előtt nem bújdosok erdőt, mezőt. Páhok alatt a csárdába, bort iszom cifra ruhába. Szalapai erdőszélen megütköztek ők egy télen. Mivel magát nem menthette, pisztolyával agyonlőtte. Sobri Jóskát eltemették, fekete földbe letették. Édesanyja siratgatja, nincs már többé Sobri Jóska. Kedves hallgatóim, akkor következzen az utolsó része ennek a történetnek. A kutatás eddigi eredményei, nem az enyémek, hanem úgy általában a kutatás eredményei, és az általam elmondottak alapján is, talán ma már annyira nem kérdéses, hogy a Szent László legenda az a pogány magyar hősepika átértelmezésének az eredménye, amely nyilvánvalóan az utóbbinak, tehát a pogány hősepika háttérbe szorításának a szándékával került a templomaink falára. Láthattuk két mozzanatának, a küzdelemnek és a pihenésnek az ábrázolásait és a párhuzamait. Van azonban egy olyan emlékünk is, amelyen a feledésre szánt hősepikánk egyedülálló, teljes ábrázolása látható. Ez pedig nem más, mint a magyar művelődés történeti emlékanyag egyik legtöbbet idézett és hivatkozott darabja, a Nagyszent Miklósi kincs 2. számú korsója. Ezt már a Világ vitéze című könyvem írásakor is gondoltam, de valahogy annyira összeilleszkedtek az elemek, annyira szép volt, hogy azt mondtam magamnak, ez túl szép, itt valami gyanús, itt valami nem stimmel, és óvatos duhajként kihagytam. De azért annyira óvatos duhaj mégsem voltam, mert a Szent László legendáról készült könyvembe azért már beemeltem, mert úgy találtam az alatt a néhány hónap alatt folytatott kutatásaim alapján is, hogy ez legalábbis hipotézisként mindenképpen valós. Ha meg nem, akkor úgyis megcáfolják
az arra hivatottak. A korsón, nem tudom mennyire látható, nem eléggé nagyok-e a felvételek, vagy nem sikerült, hát elmondom, 4 korongba zárt jelenet látható. Sem a korsó készítésének a helyét, sem a rajta látható ábrázolások értelmezését illetően nincs egységes álláspont a kutatásban. Nagy Géza, a zseniális sejtéseiről is ismert Nagy Géza, kiváló egykori kutatónk volt, az első, az kb. 100 éve, aki a Szent László legendát és a Nagy Szent Miklósi kincs kettes számú korsóján látható jeleneteket, még ha közvetve is, de összekapcsolta. A kincs legutóbbi monográfusa Bálint Csanád szerint, idézem, kétségtelen, a 4 medailonban látható jelenetek kulturális gyökerei sokfélék, ám de mindegyikük egyedi, saját kompozíció, azaz saját mondani valójuk. Idézet vége. A kiáró kellő tisztelettel én nem osztom ezt a felfogást. László Gyulával értek egyet, aki úgy fogalmazott, idézem, a képek valószínű sorrendjét eddig egyetlen kutató sem tudta előzményekhez kapcsolni, vagy éppenséggel valami mítoszból megmagyarázni. Hozzáfűzte ehhez, voltak éppen csak akkor tudjuk majd megmagyarázni, ha egyszer valahol rábukkanunk arra a mítoszra, amelynek jeleneteit megelevenítik a korongok domborművei. Nos, én úgy gondolom, hogy talánra találtunk. Magam meg van számozva, tehát azt szerint követhető, magam az úgynevezett égberagadás jelenetét tekintem kezdőképnek. Felfogásom szerint itt a tárgyat bemutatott magyar hősepikában szereplő, és mint mondtam, felfogásom szerint tengrivel azonosítható atyánk teremtő jóisten, illetve az általa teremtett világ szépsége ábrázolásáról van szó. Ha a szokásos kifejezéseknél maradunk, semmi esetre sem égbe ragadást, akkor már égből lebocsátást jelent. Illetve fejezhet ki. Bárról jobbra haladva, tehát éppen fordított irányban, mint László Gyula tette, a kettes számú korongban az úgynevezett vadászó fejedelem látható. Ezzel átellenben, tehát a jelenet sor kezdő ábrázolásától balra, az utolsó, a 4-es számú korongban a győztes fejedelem jelenik meg. Az oldalnézetből ábrázolt vadászó fejedelem viseletében és fejdíszében különbözik ugyan a győztestől, de mindkettőjük fejének azonos a megformálása, azonos módon formált az arcszőrzetük is. Tehát látható az, hogy ugyanaz az elv érvényesül, ami a bemutatott nyugat-szibériai aranylemez esetében, azaz a művész vagy az alkotó az ábrázolásban is érzékeltetni kívánta az egyenrangúságot, az eredeti egyenrangúságot. A kezdőképpel átellenben a 3. korongban látható az úgynevezett állatküzdelem jelenete. A kifejezés nem igazán szerencsés, mert nem állatok, hanem alakot váltott istenek küzdenek. A griff szárnya is ezt jelzi. Emlékeztetnék arra, hogy az állatalakban való küzdelem a tárgyalt hősepikában is gyakorta szerepel. Igaz, az utóbbi esetekben a küzdelmet minden bizonnyal madár alakjában vívják, hisz a fekete felhő járásában történik, ahová mindkét hős, idézem a fogalmazást, két bokáját, két tenyerét összeütve, azaz átváltozva emelkedik fel, a korsón viszont griftámad egy patás állatra. Ha azonban ez a jelenet nem a két hős küzdelmének az ábrázolása, ugyan mivel volna magyarázható, hogy a következő, a 4-es számú korongban a győztes fejedelem egy olyan vitéz tart az üstökénél fogva a bal kezében, akinek a viselete tökéletesen megegyezik a vadászó fejedelemével. Természetesen a fejedelmi címet jelző fejdész nélkül, hiszen az már legyőzöttként nem illeti meg. Ez az értelmezés egyben magyarázatot ad László Gyulának arra a dilemmájára is, hogy a vadászó fejedelem ugyanolyan páncélzatban van, mint a győztes fejedelem legyőzöttje. Na-na, hiszen róla van szó. A vadászó, illetve győztes fejedelem gond nélkül megfeleltethető a feltart hősepika két rivális félvilági vitézének. A túlsó félvilág vitéze a vadászó fejedelemmel,
zárójelben jegyzem meg, erre még utalok, erre mutat az I is. Az innenső félvilág vitéze pedig, akinek látjuk lándzsája van, az úgynevezett győztes fejedelemmel azonosítható. Ők azonban nemhogy nem ikrek, még csak nem is testvérek. A küzdelmüket követően a győztes fél nem öli meg ellenfelét, emlékezzünk csak vissza, hanem szolgaságba veti. Ezt tapasztaljuk a kettes számú korsón is, a küzdelem utáni pihenést megörökítő már bemutatott aranylemezen is, és ezzel találkozunk a Gömörben feltart magyar hősepikában is. Nem lehetetlen, hogy a győztes fejedelem nyerekkápáján lévő, levágott emberi fej, amelynek a magyarázatát eddig nem adták meg, csak éppen konstatálták, hogy ott van, és nem igazán tudják, hogy miért. Nos, én tudnék volna egy ötletem, mégpedig az, hogy azért került oda, hogy az ellenfelének adott kegyelem tényét jobban érzékeltessék, kifejezzék, hogy őt nem ölte meg. Egyébként másokat esetleg megölt útja során. Mint már arra utaltam, a hősepikában a pozitív főhős, az innenső félvilági vitéz a földvilágnak szemközti nézetből a baloldalra eső innenső felében él, míg riválisa a jobb oldalra eső túlsó félvilágot uralja. Tessék megnézni a képeknek az elrendezését, tökéletes összhangban van a korsó őket ábrázoló jeleneteinek az elhelyezésével, hisz a győztes a kezdőképtől balra, a vesztes a kezdőképtől jobbra látható. Mint láttuk, a túlsó félvilághoz, illetve annak hőséhez kapcsolódik a fekete jelző. Fekete tenger, fekete szurkospai, és lehetne sorolni. Míg az innenső félvilágot a világos szín, a tüzes szín gyakorta használja a feketével ellentétes, tehát a világos szín jelölésére a tüzes kifejezést. Ennek is megvan az oka, de most erre nem térek ki időhíján. Amint arra Klíma László rámutatott, idézem, a történeti forrásaink által kijelölt térben és időben jelen volt a dualisztikus mítosz és világszemlélet, és a két ellentétes erőt a fehér és fekete színekkel is szimbolizálták. Ilyen típusú dualisztikus mítoszt azonban a kor régészeti leleteiből is rekonstruálhatunk, fogalmazott Klíma László. Ezzel én csak egyet tudok érteni. Azzal már kevésbé, miszerint, idézem, a kettes számú korsó négy jelenete egy dualisztikus mítosznak az évszakok rendjébe ágyazott ábrázolásaként volna értelmezendő. Én megvallom töredelmesen, lehet, hogy én tévedek nagyot, de én úgy tűnik, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítanak némely kutatók a csillagos égnek, és időnként már követhetetlen az az értelmezés és magyarázat, amit az egyes csillagképekbe belemagyaráznak, de ez az én véleményem. Azzal a megjegyzéssel fogadhatom el a Klíma László megállapítását, hogy idézem, Eurázsia nagy területein mindenütt, ahonnan László herceg freskókon ábrázolt történetének, valamint a Nagyszent Miklósi kincs kettes számú korsóján ábrázolt történet valamelyik jelenetének párhuzamát régészeti leletekből ismerjük, feltételezhetjük, hogy ismert volt a lándzsával harcoló világosság és az íjjal felfegyverzett sötétség örök küzdelméről szóló mítosz valamely változata. Idézet vége. Alig ha véletlen az, hogy a kettes számú korsón a Bolsaja Anyikovszkajában, illetve Kulagisban talált tálon, az egyik pendzsikenti freskón, de még a Szent László legenda ábrázolásán is a két félvilági vitéz egyikének íja, a másikának kopjája vagy lándzsája van. És szeretnék itt emlékeztetni arra, amit a nyugat-szibériai aranylemezen látható úgynevezett pihenési jelenet kapcsán a fára akasztott tegezről mondtam. Tehát, hogy a tegez, az a túlsó félvilági vitéz, az íjjal felfegyverzett túlsó félvilági vitéz fegyvere, és nem azért került a fára, hogy jelezzék a szerelmi légyottot, hanem azért került oda, mert őt győzte le, és az ő fegyvereit tűzték ki, mint legyőzöttét. Nem tudom, hogy zene van még, vagy folytassam. Jó, akkor legyen. Köszönöm szépen. Akkor most pedig Palóc Furulya muzsika következik. Elsősorban Pál Istvántól
Tereskéről, ahonnan egyébként a freskók közül is láttunk egy néhányat, utána pedig Gömör széléről. Összegzés helyett következőt szeretném mondani. Úgy gondolom, hogy el kellene már feledni azt az eléggé belénk idegződött képzetet, hogy a keresztény egyház tűzzel vassal írtotta a pogány emlékeket. Volt ennek egy sokkal hatásosabb módja is, ez pedig az átértelmezés. Ennek emléke a Szent László legenda. És hogy miért éppen Szent László? A Trianont követő bódultságban Prohászka Ottokár, római katolikus püspök így fogalmazott. Szent László nem tanít, ő nem apostol, de ő küzd, harcol s győz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, vitézségét lépteti be, az addig inkább csak tűrő, szenvedő, csöndes megadású kereszténységbe, és ezzel vezeti be az egyházat a magyar népéletbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitézharcos tetszik.
Az ősi dicsőség pogányegén ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett, nem szűnt meg lelkesíteni a népet, s ez mindeddig hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor válik keresztényé, amikor eszményeit keresztelik meg. Nos, ennek a szándéknak a jegyében keresztelték meg azt a pogány magyar hősi epikát, amelyet a Nagyszent Miklósi kincs kettes számú korsóján a néhai ötvösmester aranyba foglalt, majd átértelmezve legrégibb krónikáinkban és templomunk falain is megörökítették. Ám annak ellenére, hogy a roppantott várost Váraddal helyettesítették, hogy a pogány világjárást a kerlési csatával váltották ki, hogy a főhős szőlőszült kálmány szegény János, szegény halász Feri szerepét Szent László királyra osztották, hogy ellenfelét a világdumós hátú vitézt, Griff madár vitézt, fekete szurkospait a kúnra cserélték, világszépségét pedig a váradi püspök lányaként, vagy László király nővéreként, Szent Ágnesként, sőt, egyes vélemények szerint Szűz Máriaként mutatták be, nem jártak teljes sikerrel. Erről igyekeztem meggyőzni önöket a mai alkalommal. Sikerült-e, azt majd eldöntik. Kételkedjenek bátran, én is azt tettem, és biztos vagyok benne, hogy tanult kollégáim is fognak még sokat kételkedni, de hát ez a dolgok rendje. Százszor elismételt, unalomig lerágott ismert tények nem viszik előbbre a kutatást. Mondjunk újat, bátrat, vállalva a tévedés lehetőségét is. S van abban valami jelképes, hogy az elveszettnek hit magyar hősepika eddig ismert legteljesebb szöveglenyomatát egy cigány származású nemzettársunk őrizte meg, és adta vissza nekünk. Elgondolkodtató, hogy az erőszaknak, megvetésnek és üldöztetésnek kitett cigány közösségek tagjai milyen szépen, már-már meghatóan vallják meg a magyar hazához való viszonyukat. Az öreg cigányasszony Borcsa így szól egyik helyen a férjéhez. Ide hallgass, kedves férjem, te mehet el. Én nem menek. Én itt születtem, itt is akarok meghalni. De nagyon fájó szívvel búcsúznék, mert édesapám, édesanyám ebbe az országba született. Itt születtem én is. Mert ahogy ettől az országtól búcsúzok, a könnyű úgy hull a szememből. Idézet vége. Hogy is szól a Bartók Béla által elhíresült népdal? Elindultam. Szép hazámból, híres kis Magyarországból, visszanéztem félutamból, szememből a könyv kicsordult. Amikor eljön a döntés ideje, a főhős egyértelműen szint vál, idézem, akármilyen szegénységben nyőtünk fel, akármilyen inségbe, de mégis ebbe az országba születtem, ide tartozok. Én Magyarországon születtem, és én hazamenek édesapámhoz, édesanyámhoz. Azt hiszem, hogy példát vehetünk a felfogásáról. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szólj, de oldalja.